lehet, hogy sokaknak nagyon érdekes ugye a kamatoknak a kiírása, de menjünk egy kicsit tovább, és most nézzünk részvényeket, ETF-eket, mert ez is egy tipikus felhasználási terület. Itt van három sor. Jó néhány évvel ezelőtt így kellett, a Yahoo Finance-ról, ugye ezért van itt Get Data Yahoo, szóval a Yahoo Finance-ról így lehetett letölteni például a GBTC ugye a bitcoin hát nem teljesen követő, de Grayscale Bitcoin Trustnak a zárfolyamát így lehetett lekérdezni. Na most, ha ezt megnézed mondjuk interneten, és akkor ezeket a sorokat így megpróbálod begépelni, nyilván akár más dátummal, egy kicsit, kicsit más környezetben, akkor kapsz egy hibát. Tehát futtatom a programot. String indices must be integers, not str. És akkor fogod a fejed, hogy ez micsoda. És akkor elkezdesz keresgélni, és nem találod a megoldást. Na most itt a megoldás az, hogy a Yahoo Finance ez valamikor, jó néhány évvel ezelőtt, valamikor 2020-ban, talán vagy 2019-ben megváltozott egy kicsit. És ezért ezt a két sort ide kell még írni. Import yfinance syf, ugye a y az y, import yfinance syf, és yf.pdr override. A pdr a Pandas Data Reader. Ugye ez. És ezt az override-ot meg kell hívni azelőtt, hogy lekéred a Get data Yahoo t És ha ezt így lefuttatod, elmented és lefuttatod, nyilván pip install a Yahoo Finance, installálni kell, telepíteni kell, tehát pip install yfinance, és nyilván akkor települ maga a program, de ami a lényeg, hogy miután telepítetted, azután ha lefuttatod, itt jön, a data frame. Na most annak érdekében, hogy ezt láthass, látjuk egy, lássuk egy kicsit jobban, én javaslom, hogy ennek a táblázatnak mondjuk az első 5 sorát nézzük meg. Ezt az adatok pont head 5-tel tudjuk megtenni. Látod, mennyivel könnyebb olvasni ezt az egészet. Ugye a head az ugye az első néhány elemet adja vissza a listának a fejét tulajdonképpen a fejéből az első néhány elemet. És akkor itt látjuk, hogy vannak dátumok, ugye január 1 második az, ha mindenig a szombat-vasárnap volt, és ezért ez nem kereskedési nap, és uh, itt vannak ilyenek, hogy open, high, low, close, adjusted, close és volume. Na most uh, mit jelent az, hogy adjusted, close? Vannak úgynevezett splitek és reverse splitek. A Teslának nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt a splitje, de ha minden igaz, valamikor 2020-ban. Úgyhogy ha lekérjük a Teslának az adatait, és akkor most nem a headet, hanem a teljes adatsort fogom lekérni, akkor láthatjuk, hogy hát nem látunk sok mindent, mert egy kicsit nehezen írja ki az értékeket, ugye itt most pont-pont-ponttal írta ki, ezt egyébként egy másik szoftverben, egy ilyen notebookban, iPython konzolban más módszerekkel lehetne esetleg kiíratni, futtatni, úgy, úgy valamivel jobb lenne, mint eb ezen, a, ezen a terminálon, mert sajnos itt egy kicsit ugye a kiírás módja hagy maga mögött némi valót. Ugye nyilván itt át kell méretezni a terminált, és akkor egy kicsit több mindent jelenít meg. Na de, nézzük akkor a Close és az Adjusted Close itt 2020-ban nagyjából, tehát itt még megegyezik. Nézzük meg 2021-re ugyanezt. Nem emlékszem, hogy 21-ben vagy 22-ben volt a Tesla-nak a splitje, de majd mindjárt elmondom, hogy mit jelent ez, hogy split meg reverse split. Ez az, amikor mondjuk egy részvényből öt részvény lesz, vagy öt részvényből egy részvény, és mondjuk van egy részvény a számládon, és azon, annak a részvénynek az ára 200 dollár. És azt egy az öthöz splitnél, az egy részvényből lesz 5 részvény, a 200 dollárból meg 40 dollár. Tehát nem nyertél, nem veszítettél semmit, csak a részvény árfolyama változott. És itt van, jól emlékeztem, hogy 2020-ban volt egy, nem egy az öthöz, 5 öt az split, és egy három az egyhez split. Tehát összességében 2020 és 2022-ben történtek ezek a splitek, és érdekes módon itt nem veszi figyelembe legalábbis a Yahoo Finance ezeket a spliteket ilyen értelemben, mert a close és az adjusted close ért értéke megegyezik. Az lenne a lényeg egyébként, hogy a close és az adjusted close eltérjen egy split után, mert uh, amikor történik egy ilyen split, hogy a 200 dolláros Tesla mondjuk 40 dolláros Tesla lesz, de ötször annyi részfény forog a piacon, akkor uh, a grafikonban lenne egy ilyen ötszörös ugrás, vagy egy ötödölődés. És akkor kérdezheted, hogy mi történt a részvénycsárta, mert úgy látszik, mintha 80%-ot esett volna a Tesla, de nem, csak egy split történt amikor egy részvényből csináltak ötöt. És ilyenkor Grafikonnal, ha nem a Closed írod, hanem az Adjusted Closed használod, akkor ebben az esetben nyilván jobban jársz. De úgy néz ki, hogy ezek az adatok ilyen szempontból nem tiszták. Nem tiszták, mert uh, itt uh, ezeket a spliteket és Reverse spliteket automatikusan számolja ez a program. És uh, nem engedi ezeket az adatokat úgy megjeleníteni, hogy uh, lásd, hogy mikor történt split tehát gyakorlatilag a Tesla részvényárfolyama visszamenőleg mondjuk 5 évvel hamis itt ebben a Yahoo Finance-ben, mert gyakorlatilag 15-szöröse kellett volna, hogy legyen az árfolyam. Azért csinálják egyébként ezeket a spliteket, mert ugye az emberek azt gondolják, hogy amikor egy részvényárfolyama alacsony, akkor majd még megy feljebb. Tehát volt a Tesla mondjuk már 1000 dollár is, és most 100 dollár. Akkor még szép, hogy azt gondolják sokan, hogy na jó, akkor ez most egy nagy sláger, akkor bele fogok venni a Tesla-ba. De azt nem mondják, hogy ami most 100 dollár, az régen 1500 dollárt ért volna. Kis apróság. Tehát ezek ilyen pszichológiai okok. A másik ok ugye a split mellett, hogy a Berkshire hetevének az brk A részvénye, brk.a, ha megnézzük, ugyanúgy adatsorokat nézzünk 2022-ről, remélem ez lesz a neve, hogy pontá? Hát nem. Nézzük, hogy a Yahoo Finance-en mi a BRK a nak a neve. Egy Google keresés azt mutatja nekem, hogy brk-a. Akkor próbáljuk meg a brk-a-t ideírni. Brk-a-val. Lefuttatjuk. Így van. Tehát a Berkshire Hetöveinek a részvénye, ugye ez a Warren Buffettnek a Berkshire Hetövéje, eléggé híres. 46 ezer dollár, sőt 2023 végén 54, mennyi? 543 924 volt az Open, 542 625 volt a Close. Tehát sok sikert, ha ebbe beleszeretnél vásárolni nem kevés pénzbe fog kerülni. Meg is tudod nézni itt a Yahoo finance a BRK-át. Ez tényleg dollárban van egyetlen részvény értéke ennyi. Vagy egyetlen befektetési egy értéke. Ha, most 610.086 dollár. Na most nem mindenkinek van több mint fél millió dollárja arra, hogy egy BRK-át vegyen, Ezért van a BRKB, amelynek most 405,99 dollár az értéke. Tehát látod, ez egyébként már megy nagyon régóta. Itt vannak adatokról 1984-ből is. Ezt nagyon jól lehet csártolni. És ha már a csártolásnál tartunk, akkor nézzük még meg, hogy van-e ilyen, hogy BTC. Csak hogy mit tart BTC név alatt, hogy vannak-e bitcoin adatok. Hát vannak. De mi ez a BTC? Na ez nagyon érdekes, mert 2023-ban 92, hát ez nem az a BTC, amire gondolok. Tehát keressünk rá Yahoo Finance-on a Bitcoinra, mint olyanra. Ez yes, Bitcoin Futures, oké. Okay. Micro Bitcoin Futures, Bitcoin Euro. itt van ilyen, hogy BTC USD, vagy BTC-EUR. minus EUR. Tehát itt van a BTC-EUR. minus EUR. az emberek az USD-t szokták meg, tehát én BTC minusz USD-t fogok ideírni. Nézzük meg, hogy megkapjuk-e az adatokat, és meg is kaptuk 42.091 dollár volt december végén. Ez úgy nagyjából reális is. Na most megkaptuk az adatokat a GetData Yahoo-val. Mit tudunk csinálni? Ez egy DataFrame, frame, ugye? Ennek a data nek vannak kulcsai. Nézzük, hogy milyen kulcsai vannak. Van Open, High, Low Close, Adjusted Close Volume. Úgyhogy ezeket a kulcsokat lehet plottolni. Ezek mind idősorok. Tehát, adatok, és itt szűrünk, Open. Sőt, ne, ne open, csak close legyen, close és volume. Adatok close és volume, nézzük meg, hogy erre mit ír ki. Key error. -t. Ennek az az oka, hogy amikor úgynevezett data frame-eket indexelünk, Pythonban itt az osztopokat próbáljuk vetíteni, akkor dupla záró zárójelet kell használnunk, így, és akkor elvileg megkapjuk ezt a táblázatot, itt van a close, itt van a volume. Tehát a záróár folyamot látjuk, és a forgalmat. Tehát akkor megvan ez a printünk, így a BTC USD adatokat január 1-től december 30-ig megkaptuk, sőt, akár tovább is mehetünk mondjuk 2024, február akár 18-ára, de írhatunk egy december 31-ét is, ez nálam a jövőben lesz. Ugye itt a írásban, itt most február 17-e az utolsó záró adat, 51.873 dollárnál. Majd lehet nézni 5 év múlva, hogy ez mit jelent ez az 51.000 dollár, hogy ez túl kevés vagy túl sok. Hogy bitcoin split meg reverse split nem lesz az valószínű, de ezek tokenek, és nem, vagy itt a bitcoin az ugye deviza, és nem konkrétan arról van szó, hogy egy részvény splittelődne. Tehát akkor meg vagyunk, és adatok is megvannak. És ezeket az adatokat akkor most nézzük, hogy itt lehet plottolni. Tehát plot és hogy mi történik, amikor plottolunk. Egyőre semmi nem fog történni, óra még hiba is van, ugye a mértékegységgel gondok vannak. Na most a záróár folyam lesz az egyik, a forgalom lesz a másik érték, és itt a mértékességeknél gondot látott. A be kell először is importálni, tehát import matplotlib.pyplotsplt és plt.show meg kell jeleníteni azt, amit létrehozunk, és akkor vegyük még egyszer ezt az értéket, és meg is jelent. Sok értelme nincs, mert sajnos nem, siker nem tudtuk sikeresen skálázni ugye a záróár folyamot, meg a forgalmat ezeket külön kellett volna venni, mert a forgalom az egy 10 a tizedikenhez van arányulva, az árfolyam pedig hát csak olyan 10 a negyediken, 10 az ötödiken. Tehát ez ugye 100 ezer alatt van még az árfolyam, és ezért nem látszódott. Na most, ha ezt bezárjuk, na zárjuk be ezt a az értéket, és csak a záró értéket vesszük, és csak és kizárólag azt plottoljuk, hát akkor egy érdekes értéket látunk, sok értelme nincs, de akkor a hagyományos módszerrel elsőre lehet plottolni, aztán utána pedig plottolunk ezzel a, ezzel a, a másik értékkel is. Közben kiavítottam a hibát, tehát most a, csak a close érték van itt, és a volume nem. És ha ezt a close értéket plottoljuk, akkor uh, már egy jobb bitcoin árfolyamot fogunk találni. És így van. Tehát ez, ez az árfolyam, valahol ott 20.000 és 15.000 között kezdtük a 2023-as évet, és azóta ment szépen felfelé egészen a bitcoin felezésig. Tehát ezzel láthatjuk, hogy hogy néz ki ez, a, ez az egész bitcoin árfolyam változás. Tehát ez a BTC USD, és ha egyszerre két árfolyamot is szeretnénk megjeleníteni akkor írhatunk egy ilyet, hogy mondjuk ethusd és akkor a bitcoin usd mellett ott van az ethusd megkapjuk az adatokat és próbáljuk meg ezt így plottolni és nyilván ez így nem fog működni mert az adatok most duplán jelentek meg. Ja, de működik. Na, ez nagyon érdekes. Van, szinten működik, most kékkel van a Bitcoin USD, narancsárgával van az Ethereum USD, csak uh, van egy ilyen gond, hogy nincs skálázva az egész. Tehát, hogy mennyire teljesít felül, vagy mennyire teljesít alul a Bitcoin az Ethereumhoz képest. ez uh, egy kicsit kicsit itt most uh, problémás, mert nem látjuk, nincs skálázva.